Megint nagy a nyüzsgés itt a Horgolóasszonyok házatáján, azt már tudjuk, hogy kokárdát horgoltok, hiszen beharangoztuk karácsony előtt. Hogy állnak a munkálatok? Szerintem nagyon jól. Múlt héten kezdtük, akkor jöttünk össze először, és épp most számoltuk össze, hogy 170 darab kokárnánál tartunk, ami azt jelenti, hogy szerintem jövő héten már meg lesz a 300. Hányan vesznek részt most ebben a munkában? Hát ma nem számoltam össze, múlt héten 24-en voltunk, de szerintem most is vagyunk annyian, vagy még többen. Sokan, és nagyon örülök neki, hogy ennyien jönnek, csinálják lelkesen. Nekem ez így nagyon jó. Miből áll az a munka? Mert hogy nem mindenki ül és horgol, hanem sok mindent csinálnak egyszerre. Most ez egy kényszerhelyzet, meg kell, hogy mondjam. Ugyanis az egyetlen rövidáru boltban, ami a városban létezik, elfogytak a gombolyakban lévő piros-fehér-zöld színű fonalak, és csak ilyen nagyobb tekercses fonalat tudtam szerezni, és most mindenkinek hajtani kell le abból a tekercsből annyit, amennyi egy gombolyag. Úgyhogy most szegények azért nem tudnak haladni, mert egyszerűen a városban nem kaptam olyan fonalat, amivel könnyebb dolgozni. Milyen fonállal dolgoztok most? Hát most inkább ilyen hímzőfonalszerű dologgal, tehát nem a horgolóval, ami egy kicsit keményebb, nem is vastagabbal, ilyen amit hímzőfonalnak szoktak használni, azzal dolgozunk. Egy pamuc fonal, de nem esik szét szálakra, mert azzal nagyon nehéz dolgozni. Miért ezt választottátok, vagy választottad most? Miért lett más, mint amivel eddig dolgoztatok? Fonal alatt kérdezed? A karácsonyi díszekhez, mert ugye az végül is keményítve volt, ahhoz nagyon jó volt az a vastagabb horgoló cérna, azt nagyon jól lehetett keményíteni, meg eleve úgy határoztunk, hogy fehér díszek lesznek rajta, és fehér horgoló fonalakból nagyon sokféle van, tehát ott volt választék, meg ott nem is volt gond, most ezzel a piros-fehér-zöld színű gombolyagokkal vannak gondjaink. Mondtad, hogy már jó néhányat elkészítettetek. Volt egy prototípus, ami alapján haladtatok, de én úgy láttam, hogy többféle is van. Igen, ez úgy működött, hogy én otthon találtam egy mintát, elkészítettem a prototípust, és jöttem múlt hét szerdán, hogy akkor ezt fogjuk megcsinálni. Az egy nagyon egyszerű, összesen 9 sort kell horgolni, és akkor utána összehúzni. Az a hagyományos kokárda. És a többiek is már előre gondolkodva, néhányan hoztak másféle kokárdákat, és végül együtt eldöntöttük, hogy melyik az a kétféle, amiből lehet választani, mert azt nem akartuk, hogy rengeteg féle legyen, úgyhogy kétféle között döntöttünk, és akkor mindenki azt csinálta, amihez kedve volt, ami neki jobban tetszett, úgyhogy ez a 170 darab kokárda most kétféléből tevődik össze. Ugye van az a hagyom, vagy az az egyik fajta, ami csak egy rózsa, és a két szalag, azt hiszem, hogy így nevezik szalag, a másik pedig az, ami egybe van, ugye ez a kétféle? Igen. Ezt a két fajtát csináltuk. Az, ami egybe van, az egyszerűbb. Erre mondtam azt, hogy ott összesen 9 sort kell horgolni. A másik az kicsit bonyolultabb, mert ott először egy ilyen virágformát kell, és akkor utána meg kell a szárát, és még rá is kell varni. Ugye erre a hagyományosan nem kell rávarni, mert ezt eleve összehúzzuk középen, és meg ott van a szára is. Biztos vagyok benne, hogy te utána olvastál ennek, mert hogy ismerlek azért annyira, és én is utána olvastam, hogy azért a történészek még most is vitatkoznak azon, hogy a kokárdának hogy kell helyesen a színeknek sorrendben lenni utána. Olvastál? Persze, megnéztem. Piros, fehér, zöld, ugye kívül van a piros szín, és a zöldet húztuk össze belül. De volt, akinek nem tetszett, mert hogy a szárán viszont fordítva állnak a színek, és akkor eleve úgy állította össze, egy kicsit tekert rajta, hogy a szemének jó legyen a látvány, és ott is piros-fehér-zöld legyen a szín. Hát mondjuk én, bocsánat, de ezzel nem foglalkoztam, úgyhogy az enyémen a szárán fordítva vannak a színek. De szerintem így is jó lesz. Nagyon szépek. Vannak új horgolók is? Vannak, igen, többen jöttek újak, akik a karácsonyi díszek miatt jöttek, mert akkor nagyon tetszett az nekik, amit csináltunk, és azt mondták, hogy ők már pedig ezt megtanulják, és jövőre nekik ilyen fájuk lesz, tehát az vonzotta most ide. Körülbelül 4-5 új horgoló jött, akik hát szerencsére tudnak horgolni, de jöttek olyanok is ketten, akik nagyon, azt mondták, hogy nagyon szeretnének megtanulni, de múltkor nem tudtak eljönni, hogy nem lehetne-e véletlenül. És akkor megint Kél Marikához fordultam, hogy segítsen már ebben, úgyhogy ő vállalta megint a tanárnéni szerepét, és tanítja most kezdő horgolókat. És ők már, ha 2-3 alkalom után a kokárdát is el fogják tudni készíteni, mert az nagyon egyszerű.
Ez most egy egyszerűbb, sokkal, mint mondjuk a karácsonyi díszek voltak, és nagyon jól haladtok vele. A 300 volt a kitűzött cél, ugye? Itt a kiskörös 300-ra utalva. Mennyi lesz a vége? Hogy tervezitek? A kokárdáknak? Hát 300-at gondoltam én megcsinálni, ugyanis vannak további terveink. Tehát ha ezzel végzünk, én azt gondolom, hogy jövő hétre meg lesz a 300 kokárda, akkor elkezdünk húsvétra készülni, és ez egy olyan vállalás lesz, mint amilyen a karácsonyi volt, hogy ide a művelődési házba állítunk egy tojásfát, a városnak ajándékba húsvétra, és arra fognak horgolt tojások és horgolt nyuszik rákerülni, úgyhogy ahogy ezt befejeztük, akkor rögtön már itt a fonal a horgolt húsvéti tojásokhoz, úgyhogy rögtön kezdjük a következőt. Azok is hasonlóak lesznek, mint a karácsonyi díszek, csak hát ugye nem gömb alakú, hanem tojás alakú, de nagyon hasonlít hozzá. Hát nagyon kíváncsi leszek rájuk, még akkor annyit, hogy kihez kerül ez a 300 kokárda? Egy fontos dolgot nem említettem az előbb, mégpedig azt, hogy ez az egész projekt, ez a Kőrös Körül Nők Egyesület jóvoltából valósulhat meg, hiszen ők támogatták anyagilag ezt, mégpedig a fonalat tőlük kaptuk, ők vették meg, és ennek az egyesületnek tagja Nagy Gabriella aljegyző asszony, és vele azt beszéltük meg, hogy amikor kész a 300 darab kokárda, akkor egy nemzeti szín szalaggal átkötve átadjuk ünnepélyesen a polgármester úrnak, és ott majd ők eldöntik, hogy kik azok, akik kapják, és akkor beszélgettünk arról, hogy például a városi kitüntetettek, az ünnepségre érkező családtagok, a képviselők, és akkor számoltuk, hogy ez még mindig még nincs 100 se, úgyhogy ezt ők majd eldöntik, hogy kik azok, akik érdemesek arra, hogy kapjanak ezekből a kokárdákból.